3-0-ás hazai győzelemben ért véget az esélyes egyesebb Bolcsmit, Kaposvári Rákóczi SC 2-es csapatának emlékezetes labdarúgó mérkőzése a bajnokság 12. fordulójában. A vendégek vezetőedzői Banda Lászlót kérném először, hogy értékelje a látottakat, csapata teljesítményét. Hát igazán a csapaton teljesítményét nem lehet értékelni, mert értékelhetetlen. Ez az NB3-ban is csak vereséghez vezetne. De az ellenfél ránk kényszerítette akaratát, a játékba felülmúlt bennünket, úgyhogy nem voltunk egyenrangú ellenfél. Bücs Zsolt, a hazaiak szakvezetője, hogy látta ezt a találkozót? A második fél időben szemre is tetszetősen játszott a csapat. Az első fél időben, a másodikban viszont talán már érheti kritika a fiúkat, a 3-0-ás győzelem ellenére. Az első fél időben valóban jól játszottunk. Szép akciókat vezettünk, vezetettünk volna több góllal is. Én azt mondom, hogy én is úgy látom, hogy rá tudtuk erőltetni akaratunkat a Kaposvárra. Annak ellenére én azt mondom, hogy van egy pár tehetséges gyerek Kaposváron. A második fél időben azt mondom, hogy egy picit könnyelműen játszottunk, ez egy picit merges folyam, de szintén nyomás alatt tartottuk. A parmatás különböző számomra is még bemutatkozott egy sokkal fiatal. Gabi, mondhatja, hogy az edzőváltás talán jót tett neked is, az utóbbi hetekben jó formában futballozol, vezér egyénisége vagy a csapatnak, gólokban is megmutatkozik ezt, hogy láttad ezt a 90 percet, és saját teljesítményre, hogyha pár szóval értékelnék. Hát én úgy érzem, hogy az első fél idő játékunk valóban kiemelkedő volt az eddigi szezon eddigi teljesítményeihez képest. Aztól függetlenül nyilván egy kicsi koncentrációs probléma volt a második fél idő bizonyos szakaszaiban, és én ennek tudom be, hogy döcögött a játék a második fél időben. Úgy érzem, hogy az első fél időből kell önbizalmat merítenünk, és jövő héten ugyanazzal az alázattal és akarással, illetve hozzá párosuló játékkal kell megvenni a BKV-t.